A Szerencsi Rákóczi Zsigmond két tannyelvű általános iskola és művészeti iskola pedagógusai sikeresen szerepeltek innovációs pályázaton. A 2015-ig tartó program megvalósítására több mint 75 millió forintot fordítanak. Az elnyert támogatásból eszközbeszerzést, pedagógus továbbképzést és a diákoknak érdekes és interaktív foglalkozásokat szerveznek. Az egészségnapot június 3-án tartották az Alapfokú Oktatási Intézményben, ahol a diákokat Rászné Váradi Éva köszöntötte. Az igazgató felhívta a tanulók figyelmét egészségük megőrzésének a fontosságára, és arra kérte őket, hogy gyalog vagy kerékpárral érkezzenek az iskolába, ezzel is tehetnek azért, hogy elkerüljék a betegségeket. Ezután Katus Attila edző lépett a színpadra, aki rövid bemelegítés után aerobik órát tartott a diákoknak. Eközben az alsó tagozatosok az ebédlőben várták Stiller Tamás, séf által egészséges alapanyagokból készített ebédet. A kicsik tányérjába incsiklandozó falatok, csökkentett szénhidrát tartalmú tészta és paradicsomos, sonkás, gombás feltét került, melyet örömmel fogyasztottak a tanulók.